Hogy mit kíván a magyar nemzet, ezt foglalták össze 12 pontban a márciusi ifjak 176 évvel ezelőtt. 1848. március 15-én az európai forradalmi hullám részeként Pest-Budán is kitört a forradalom a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás, azaz az egyenlőség, szabadság, testvériség jelszavaival. Megszületett a modern parlamentáris Magyarország, és megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. A Pilvax kör előző este határozta el véglegesen, hogy a bécsi forradalom nyomán cselekvésre szállja el magát. Egész Európa forrongott, ugye Bécsben is kitört a forradalom, korábban Párizsban, Észak-Itáliában. Tehát ebbe a sorba illeszthető be a Pesti forradalom, március 15-e, de hogyha egy picit az előzményekről szólhatok, akkor ez a, mert ez egy sorsfordító nap volt. A magyarok válaszút elé érkeztek, hogy rendi állam legyen, vagy egy parlamentáris állam legyen, hogy az egyén jogait kiterjesztik -e, hogy a társadalmi felemelkedés megvalósul-e, hogy eltörlik -e a régi feudalizmust, mondjuk az úrbéres viszonyokat, a jobbágyok terheit, vagy az úri amit később majd a, az áprilisi törvények szentesíteni fognak abban a 31 törvénycikkelben, és hát ott megjelent, ugye megjelentek a felvilágosult arisztokraták, Széchenyi vezetésével, vagy a birtokos nemesség, kosult deák, vezetésével, vagy éppen az értelmiségiek, a márciusi ifjak, akik a Pilvaxban összegyűltek, és radikálisak voltak, gyors haladást akartak, itt gondolok Petőfire, Jókaira, Vasvárira, hiszen Vasvárinak megyei kötődése is van, ugye Tisza-Vasvárihoz köthető az élete, hiszen ott látta meg a napvilágot. A magyarok gazdasági, politikai és szociális értelemben egyaránt ki akarták vívni a függetlenséget, a forradalom pedig vér nélkül győzött, amely után Magyarország és Erdély egyesült, és megalakult a Battyány kormány. Én három fogalmat ö, emelnék ki a mai fiataloknak, ami azt jelenti, hogy az akkori ö, hősök, akár a márciusi fiak, akár Kosutő Szemere és a többi, vagy akár Szicsinyék, vagy Batyányi Lajos, Gróf Batyányi Lajos, aki az első ö, felelős magyar kormány ö, feje volt 1848-ban, hogy ők mind-mind három dologról gondolkodtak. Az egyik, hogy Gazdasági átalakulás kell. Tehát feudalizmus helyett kapitalizmus. És ekkor ez a gazdaság, a kereskedelem, a közlekedés fejlődését, társadalmi jólétet hozhat el nagyobb tömegek számára. Ez volt az egyik. A másik, politikai átalakulás kell. Ez benne volt a mit kíván a magyar nemzet 12 pontjában, hogy évenkénti országgyűlés Pesten, nemzeti őrsereg, szabad vallásgyakorlatot, vagy szabadságot vallási és polgári tekintetbe, a választójog kiterjesztését, na jó, persze ez még a népképviselet alapján volt, de ez még nem volt egy nagyon kiterjesztett választójog, de akkor is népképviseletet követeltek, tehát ez mindenképpen nagyon fontos, hogy, hogy szabad hazát akartak, sajtószabadság, a cenzúra eltörlését, szabadságot, a hazaszeretet és a függetlenség gondolata ott volt, hogy mi magyarok kik kell, hogy... Mert ugye meg is volt a függetlenség nyilatkozat, tehát Kossuth ezt következetesen képviselte. Bár a forradalmat követő szabadságharcot végül leverte az osztrák-orosz túlerő, 1848 szelleme megváltoztatta az ország történelmét. Március 15-e 1928-ban vált hivatalos keretek közt megtartott nemzeti megemlékezésé. A kommunisták az 1950-es években eltörölték, majd később szigorú keretek között visszaállították meg ünneplését. Az ország gyűlése a rendszerváltás után 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünnepé a forradalom kitörésének napját.